Köszöntöm Önöket nagyon nagy szeretettel. Önök a Számok és a Valóság című műsoromat látják, én Kálai Zsuzsanna vagyok. Hát a mai napon is úgy gondolom, hogy elég érdekes témával készültem Önökhöz nagyon nagy szeretettel, és azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit belegondolnunk abba, mert ugye annyi minden kérdés felmerül, amikor az ember szeretne tudni valamit, vagy kíváncsi valamire, kérdezünk is valamit, vagy valamiről szeretnénk is információt szerezni, akkor azt honnan tudjuk beigazolni, hogy mitől is működik. El fogom mondani, de már is valaki a vonalban várakozik. Szép estét kívánok, üdvözlöm szeretettel. Halló! Ön van a vonalban. Szép kívánok. Üdvözlöm. István vagyok. Igen. 1958-07-01. Igen. És mi a kérdése, István? Nekem az lenne a kérdésem a munkahelyemmel kapcsolatosan. Értem. Honnan hív engem István? Tessék? Honnan telefonál? Budapestről. Értem. Nézze István, az én meglátásom a következő, hogy a munkahelyével kapcsolatosan nem csodálkozom, hogy ön ezt a kérdést már feltette nekem. Lejárt egy korszaka, vagy vége lett a munkahelyén egy időszaknak, vagy másba gondolkodik? Hát most jelenleg dolgozok fel, hát hogy mondjam, nem hivatalosan sem dolgozok, és nem tudom, hogy mi lesz, mi nem lesz egyelőre, ez kicsit fixnek néz ki. Értem. Na most nézze, a történet a következő. Miután csillagászati évet nézünk, és azért az én meglátásom egy olyan emberrel szemben, akinek a sorsa egy eléggé kalandos, pörgős sors, tehát nézze, Rákhavában született. Igen. És ebben az időszakában hát egy eléggé vezető típusú rák, nem nagyon az erős és nagyon, mit tudom én, kemény páncélú rákok közé tartozik, és vannak időszakai, amikor ugye egy kicsit talán meg is inog az önbizalma saját magával kapcsolatosan, de én úgy gondolom, hogy elég kalandos élete van, elég kalandos sorsa van. Nagyon jó a megérzőkészsége önnek, de nézzen ide, vége lett egy korszaknak. Indul egy új. Már benne is van. Higgye el nekem, hogy a munkájával kapcsolatosan meg lesz a várható gyümölcse ennek az egésznek, mert egy sor olyan emberrel találkozik ebben az évében, és egy sor olyan új körülmény fogja önt körülvenni, amelyben hát abszolút mutatkozik, hogy új dolgok jönnek be az életébe. Elindult egy új 9 éves korszak, én úgy gondolom. És azt szeretném megkérdezni, hogy a szakmámba fogok továbbra is maradni, vagy pedig egy új rét fogok? Nem igazán hinném, hogy a régi mintákat fogja követni. Én szerintem egy új dolog fog bejönni magának. Kíváncsian várom. Ha már bejött, akkor mit fog nekem mondani? Jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Szóval jó estét kívánok. Köszönöm szépen. Önnek meg sok szerencsét kívánok. Köszönöm. Én köszönöm. Haladjunk tovább. Tehát nagyon sokan megkérdezik, hogy akkor az ember valamit, amiről kérdezősködnek, vagy az ezotéria tudományával kapcsolatosan. Itt hozzátenném még, hogy azért tágfogalom, és hát nagyon elcsépelődik már ez a szó, nem is tudják, hogy miket jelent, és nagyon sokan tévtanításoknak és tévhiteknek vagyunk kitéve. De ugyanakkor azért mégiscsak azt mondanám, hogy az, hogyha valaki megkérdezik, hogy most az ember honnan tud dolgokat, miért kell hitelesnek lennünk, akkor én úgy gondolnám, hogy azért itt a legfontosabb kiinduló pont azért a nyugati filozófia tekintetében és történetében Platón. Platón elmélete szerint a legtöbb filozófusnak ugye a tudás egy igazolt részéről beszélgettünk, ami csak vélekedés volt. De folytatni fogom, hogy miért. Üdvözlöm! Ha valaki várakozik, akkor szóljon bele. Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Miben segíthetek önnek? Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Igen. Halló! Én itt vagyok, önt jól hallom, akkor kérném szépen, Ildikó. Igen.
üdvözlöm. Igen. 50. Igen. 0615. És mi ez a nagy probléma, ami most itt fennáll? Egy ilyen szerencsés sikernél. Családi kapcsolatok. Mire akarunk itt kitérni? Az egyik lányomnak a családjával és ő vele való kapcsolati problémákra. Na most Ildikó, a következő a kérésem. Elárulná a lányának a születési képletét? 17-12-17. És hogy hívják? Zsuzsa. Na most közvetlen vele van a probléma, vagy pedig a férj és annak a családja? Is, és a férj. Gondoltam. Kérem szépen, ha azt vesszük, akkor nézze, nem fogja a lányát elveszíteni, tehát mint saját gyerek és családi kapcsolatok tekintetében, de ugyanakkor a meg nem értés és a konfrontációk azért éppen eléggé megviselik önt. Majd csak nem, ugyanaz történik az ön életében is, ebben az időszakban, ami a lányának az életében történik. Tehát nem tudom, hogy ön ezt hogy tudja elviselni, tudom, hogy nagyon nehezen, de ugyanakkor egy lezáró korszak van mind a kettőjük részéről. Elképzelhetetlennek tartom, hogy a lányával megszakadjon a kapcsolata, de viszont azt is elképzelhetetlennek tartom, hogy a lánya ebben a kapcsolatban maradjon. Pontos vagyok? Na most nézze, én elhiszem, hogy ön így gondolja, de ugyanakkor nem igazán lehetne. Kérném a vejének a születési képletét? Ha tudja. 72-04-06. Hát ez egy dolog, hogy jó veje van, és hogy jó apja van a gyerekeinek, de hogy a lányával nem jön ki, az tuti biztos. Kérem szépen, elképzelhető, hogy a párkapcsolat szintjén és magában véve a családi kapcsolatok tekintetében a lányával való helyzete a férjének igazán instabil. Na most annak ellenére, hogy a gyerekeihez jó, vagy a családjához jó, hát hogy ne lenne jó, amikor azért magában véve, tehát a gyerekeit szereti, ragaszkodik a családjához, de ugyanakkor, mint párkapcsolat tekintetében, ez már egy megint más téma. Na most előfordulhatnak olyan események és olyan nem valós állítások ebben a kapcsolatban, mind a két fél részéről, ami behatárolja ezt a kapcsolatot, és ez az én meglátásom. Na most utána, hogy önnek mi a családi nehézsége ebben a helyzetben, hát nem hinném, hogy a férjjel vesztek össze. Tehát mi záródik itt ki? A férjjel vesztek össze? Igen. Értem. Jó. Ebben az esetében én elhiszem... Teljesen szóló ember a családja. Igen. Ezt még egyszer kérném, mert nem értem. A kapcsolatot vele, illetve ő sem tartja. Igen, igen. Azt gondolom, lehet, hogy rosszul gondolom, hogy ebben a kizárólagos kapcsolatban ő szeretne a lányommal kapcsolatban minden családi köteléket kiírtani azért, hogy legalább egy biztos pont legyen az életében. És ez az egy biztos pont az életében... Tehát ön... leválasztani a lányomról, engem is a család többi tagját. Értem. Na most nézze, nem igazán látnám annak a lehetőségét, hogy az ön családjából ez a téma csak ilyen egyszerűen oldódjon meg. Nem tudom, hogy mi a kizáró oka ennek. Ez az egyik. A másik. Én úgy látnám, hogy ő a lányával nagyon sok a differencia, és... Elképzelhető, hogyha nem is most, de ez a későbbiek során azért eléggé
rávetül a kapcsolatra. Na most az, hogy önnek ez rosszul esik, és hogy ön kirekesztetnek érzi magát ebből a házasságból, ezt is megértem, de ugyanakkor azért én mégiscsak azért egy próba alá vonnám ezt az egész kapcsolatot, és úgy gondolnám, hogyha kivonulok a helyszínről, akkor ki meglátszana, hogy mégis azért mi történik itt. Ez az én tanácsom. Nehogy azt higgye, hogy együtt marad a férje a veje a lányával, annak ellenére, hogy ön kivonul a harci térről, hadszíntérről. Nem igazán hinném. Kivonultam több mint két hónapja, drasztikusan. Igen. Szerintem fél éve. Értem. Na most én úgy gondoltam, hogy próbáljuk megtartani ezt az összhangot így, ahogy van. Önnek nem kötelező a vejével jóba lennie, de hát a lányát azt nem veszti el, ahogy látom. Tehát nem értem, mi a kérdés akkor itt. A lányát nem fogja elveszteni, az unokáit nem fogja elveszteni. Nézze! Amennyiben ellen reakciót vált ki az egész, mert hogyha a lányával nekiáll vitázni, és megpróbálja a helyzetet visszájára fordítani, akkor túlságosan belemegy ebbe az egész játszmába, és én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben nem igazán van mit keresnie ebben a kapcsolatban. Már bocsánat, hogy ilyen keményen fejezem ki magam. De ugyanakkor, amennyiben a lányát így... Érti? Tehát amennyiben most hagyja szépen, hagy éljék az életüket, akkor ön már nincs benne. De ugyanattól még az ön a lányával, mint anya és szülő kapcsolatban természetesen részt vehet. De ennek ellenére nem igazán hinném, hogy megmarad ez, mint párkapcsolat a lányának, csak ki kell várni, és idő kérdése. Higgye el nekem. Na most az, hogy valaki jó apa, vagy jó férj, az egy két dolog. Nagyon sokan egyet gondolnak ez alatt, és nem igazán értem, hogy miért. Ez a hagyományos család felfogása, ami akkor se volt jó, amikor már így álltak hozzá annak idején. De elképzelhetetlennek tartom, nézze, valaki, hogy szereti a gyerekét, és jó apa, jó férj minta, vagy jó apa minta, az egy dolog. De bocsánatot kérek, mint férfi és női kapcsolatban, ki hogy éli meg az életét? Egy házasságban. Mert azért ne felejtsük el, ott is meg kell élni a férfi-női kapcsolatot. És ott sem azért kell együtt maradni egy házasságban, mert a gyerekemnek a jó apja van, vagy esetleg jó felesége van a gyerekeimnek, hanem azért, mert egymást szeressük. A gyerekeinket lehet szeretni házasságon kívül is, ha már elváltunk. De első körben ez már kettő szeretet, érti? Tehát ne keverjük össze. Ettől, mert még jó apja van, az még ugyanúgy lehet házasságon kívül is. Sőt, kell is, hogy így legyen, mert én úgy gondolom, hogy soha nem a gyermekektől válunk el, hanem egymástól. Igen? Tessék mondani. Első perctől kezdve úgy gondoltam, hogy nem jó a kettejük kapcsolata. Jó megérzés volt. Nem jó minőségű, illetve nincs is házasság közöttük. A gyereket ott nagyon szereti. És ő velük nagyon gondoskodó. Na de drága, épp... A kapcsolatban első perctől kezdve hiányoltam. Akkor jó volt a megérzése? Bármilyen pozitív hozzáállás. Így van, jó volt a megérzése. Nézze, ennek a házasságnak körülbelül megy még valameddig, megy egy darabig ez az egész, és utána pedig itt szépen ki fognak belőle szállni, és elképzelhető, hogy hát miután a lánya azért egy eléggé hosszú tűrő típus, ki fog szállni belőle. Higgy el nekem. Jó? De ez most csak egy ilyen gyors ránézés volt, aztán tessék végignézni a műsoromat, mert hogyha bármire szüksége van, akkor természetesen van más megoldás is, de az van, hogy itt így meg már így kivesézni egy problémát, de én legalábbis így látom. És köszönöm szépen, hogy felhívott telefonon. Köszönöm, fel fogom keresni. Meglátjuk, köszönöm szépen, minden jót kívánok. Haladjunk tovább, és úgy gondolom, hogy azért ténylegesen, tehát az, hogy valaki
elmerje mondani és megmerje határozni azokat a negatívumokat egy párkapcsolatban, vagy éppenséggel egy emberi élettel kapcsolatosan, hát azért azt nagyon rá kell készülni. Kérném a következőt, aki várakozik rám. Saját magamat hallom vissza, mert visszhangzunk. Kérném szépen a következő kedves telefonálót. Ön van a vonalban. Halló? Én vagyok, parancsoljon, üdvözlöm. Halló? Én vagyok, velem beszél Kálai Zsuzsanna vagyok, a műsorban van. Arra fogom kérni önt, hogyha lehetne, akkor halkítsa le a televízió készülékét, mert így akkor egyenesen a telefonba beszélünk, és akkor nem fogunk gerjedni, ha lehetne. Na, ezt akarom kikerülni. Igen? Üdvözlöm, jó estét kívánok! Ön van a vonalban, tessék mondani! Hát így nem tudom, hogy mire fogunk menni, hanem én vagyok a vonalban? Hát már mióta várom önt? Én vagyok a vonalban? Ön igen, ön igen, 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 igen. Igen, csak arra kérem, hogy ha lehetne, akkor... Én vagyok, ahol Margó vagyok. Üdvözlöm, Margó. Ha megtenné nekem, hogy ön van a vonalba, de megkérem, hogy halkítsa le a televízió készülékét. Így most már korrekten hall engem? Hát pontosan ezért gerjedünk. Tessék mondani. Nem értek semmit. Hát most így eljátszadozhatunk azért egy ideig, de ha megkérném önt arra, hogy tessék akkor beleszólni. Margó a vonalban van? Ha-ho! Én vagyok akkor, igen, itt vagyok. Tessék mondani. Itt vagyok. 46-08-16. Igen. Hall engem? Én igen. Margó vagyok. Halló? Én itt vagyok. Tessék mondani. 46-08-16. Igen. És miben segíthetek önnek? Mi a probléma? Tessék mondani. Miről van szó? Én azt szeretném kérdezni, hogy lesz-e még párkapcsolatom, és ha igen, akkor mikor? Úgy tudtam, hogy ezt fogja kérdezni. Annyira tudtam, szinte vártam, hogy ezt mondja. Ahogy leírtam a születési képletét, egyből tudtam, hogy ezt fogja megkérdezni tőlem, hogy lesz-e még párkapcsolatom. Drága Margó, lesz. Nem az a típus, aki egyedül éli le az életét, higgy el nekem. Egy magas lángon égő, pörgős oroszlán, aki egy kicsit saját magától egy néha-néha azért ködösen látja a világot, meg be is káoszol, de azért nehogy azt higgye, hogy egyedül nem tud megmaradni, állandóan gondoskodni akar valakiről, és a másik pedig az, hogy valójában egy új korszaka kezdődik. Na most figyeljen rám, augusztus még messze van, nagyon gerjedünk, augusztus még messze van, addig bármi történhetik. Higgye el nekem, hogy lesz párkapcsolata, és nem fog egyedül maradni. Csak gerjedünk, ez a baj, visszhangzunk. Jó, rendben van? Én ennyit tudtam most mondani. Én nekem megyek egy vizsgálatra még, annak az... Pénteken megyek egy... Azt szeretném még tudni, hogy mi lesz az eredmény.
Ezt az orvostól kell megkérdezni, bocsánatot kérek, mert az, hogy ön pénteken megy egy vizsgálatra, és mi lesz a vizsgálatnak a kimenetele, hát ezt most nem tetszik gondolni komolyan így képernyőn keresztül, hogy egy vizsgálatnak az eredményét így áruljam önnek, vagy elmondjam, azt se tudom, miről van szó, de az orvosi témába én, ha lehet, akkor hagyd ne menjek bele. Az egészségügyi hajlamot azt látom, látom az idegrendszeri problémát, látom a magas vérnyomás, szívbetegséget, de olyan nagyon nagy problémát, nyugodjon meg, nem látok. Jó? Ugye elnézi nekem ezt. Jó? És köszönöm szépen. Szépen. Én köszönöm, várom nagy szeretettel. Haladjunk tovább, mert ténylegesen ki szerettem volna fejteni, hogy a nyugati filozófia történetében Platontól mégis mit vettünk át, és hogy mennyire fontos Platonnak a nézete, és ez a vélekedés, amit Platon ránk hagyott, mennyire fontos is lett volna, de hát nem hiszem, hogy ennyi időm már lenne. Tehát végsősképpen azért bizonyos szintű vélekedésekről van szó, és arról, hogy Platon melyik dialógusában hangzik is ezzel, és miért is kell, hogy ezekkel úgy azért valamennyire tisztában legyünk. Valaki még várakozik rám, ahogy hallom. Nem tudom, hogy annyi időm van-e már. Üdvözlöm! Hát nem vagyok benne biztos, hogy itt van a vonalban valaki. Lehet, hogy itt van. De úgy látom, hogy... Kívánok. Igen, parancsoljon, ön van a vonalban. Miben segíthetek így röpke két perc alatt, amennyi még a rendelkezésemre áll? Üdvözlöm. Ön van a vonalban. Jó napot kívánok, Katalin vagyok. Igen. Hát ha gyorsan elmondja, hogy mikor született, akkor még talán. Igen. 64.08.10-én születtem. Igen. És mi a kérdése, Katalin? És hogy mit lát a képletemben? Egy stagnálós, nehéz évet. Most egy két percbe próbálom ezt összefoglalni, mert hát nagyon megy az időm, de nézze, Katalin, nincs könnyű időszaka. Egy stagnálós, nehéz éve van. Minden áll, és minden, tehát egy bizonyos olyan időszak, ami talán a 9 éves ciklusában a legnehezebb. Nem igazán látok előrehaladást. Nézze, talán egy kicsit olyan félig rossz év, félig jó év, de ugyanaznak, tehát nézze, még augusztusig ez így lesz. Tehát nem igazán látom, hogy haladás van ebben az időszakában. Ebben a korszakában én úgy gondolom, hogy elméletileg érdemes összefüggésben azért az életével kapcsolatos döntéseket meghozni. Aztán, hogyha már meghozta ezeket a döntéseket, akkor a következő évben pedig kivitelezni. De ez nem most fog eljönni, hanem ez majd körülbelül majd olyan augusztus után. Jó? Most még dönts el, és utána pedig valósítsa is meg. De ebben az évben még egyszer elárulom önnek. Jó. Nem igazán látok. Hát nézze, ez egy kicsit hosszabb téma, mert ehhez egy kicsit bővebben bele kellene tekintenem, mert azért most ennyi információ kevés hozzá. De annak ellenére, hogy mire kell vigyáznia, én úgy gondolom, hogy... Akkor az... milyen területen? Nézze, én úgy gondolnám, hogy inkább az érzelmi terület, és magában azért, tehát minden terület, ami egy kicsit úgy érinti önt. Jó? És köszönöm szépen. Elnézést kérek, de ennyi volt mára. Jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor várom önöket nagyon nagy szeretettel, és köszönöm is szépen. És elköszönünk kedves Katalintól és önöktől is, tehát ne felejtsék el, jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor velem találkoznak. És minden jót kívánok önöknek.